Hello, welcome to my channel. My name is Norbert. This is a Hungarian language streaming channel. Please subscribe if you like what you see. Press like. Have fun. In today's broadcast, I present the weekly challenge to you. I will continue in Hungarian. Na, hello, hello, szevasztok, kedves fiúk és lányok, üdvözletem, így a nemzetközi bemutatkozás után. Sziasztok, a mai adásban megmutatom nektek a heti bajnokságokat, itt a, vagyis challenge-eket, ugye itt a Gran Turismon belül, amint láthatjátok, ugye 5 fajta challenge van, amit teljesítése után különböző ajándékokat kapunk. Az első szint után egy 6 csillagos pörgetés, ami alkatrészt ad, a 3. szint teljesítése után 150 ezer, és a 5. szint teljesítése után egy 6 csillagos pörgetés, ami autót fog adni. Na már most ugye el is kezdem a júniusi 5. heti challenge-et. Az első a Jimny Cup, ahol is ugye, amit láthatjátok, Suzuki Jimny-vel kell menni, és azzal kell teljesíteni dirt gumival a Sargentna Windmills pályán. Na, visszafele nézzük is, car settings, és már is dirt. Oké, let's go! Na, tehát induljunk is el. Start. Két kör lesz, és itt kell ugye a legjobb helyezést elérni. Már is itt vagyok az 5. helyen. Az első körnél járunk. Belülről az a vasat. Éppen hasítunk. Go, go! Nyomjuk neki, srácok! Thank you.
Nem, finish. Na, be is értük a célba. Ennyi volt az első verseny. Csodálatos Suzukival. $30,000. Six Star Roulette Ticket Part. Na, tehát ugye a 6 csillagos pörgentyű. And let's go second race. Tehát ugye menjünk tovább a második versenyre. Weekly Challenge, second race. Második verseny, American Club and Cup. Okay, United States Car. Az amerikai autókkal fogunk menni. Ó, Route X. Ó, bassza meg. Na ide valami kurva kemény 700 BP-s autó kellene, ami nekem úgy látom nincsen, de van itt egy megközelítőleg. Szerintem ez nekem jó lesz. Hát még lehet, hogy is gyenge leszek. Marha hosszú, egyenes van. Special Stage Route X. En kell menni. Mindjárt meg is nézzük. Egy kör, number of laps. One. És hát, remélem jó autó. Dodge-okkal jönnek és minden egyébbe. Mindjárt kiderül. Chevrolet Camaro. Jó, ez megy. Oké, 340. És még gyorsulunk. Három hat van. Oké. És a vidi nincs vége az egyenestek. Jó hosszú. Nyílj gáz. Full gáz. Top speed. Na, tehát a legjobb végsebesség. Remélem lassan beérünk a célba.
messze van a cél. Az véter a szélig, ha jól láttam. Nem jól láttam. És cél. Teljesítettük a második pályát. Complete second event. Clear race bónusz. Tiszta verseny bónuszt is megkaptam. És irány a következő verseny. Let's go. Third race. Nézzük, weekly, harmadik, na, special event, special event, na nézzük a, igen, megadják, milyen autóval kell menni, Porsche-kkal, azon belül is, ezzel akkor, special car, és hány ló, azt nem néztem meg, négy kör, és jó, car settings, comfort medium, okay, let's go. Tehát négy kör lesz. Number of laps, 4. And let's go. Porsche 356-os. Oh, old school a belső. Hát nem is megy az autó. Megnézzük mindenhonnan. De. Hopszi. Na végre megelőztük az első autót. Kicsit zizeg az autó hangja. Megcsúsztattuk szépen. Oké. Okay. Jó, azért pörögnöm kell, mert még csak a 8-10 vagyok.
Megelőz. Vártam. Ez egy alap. Nem tudingoltam meg a vasat, lehet, hogy az baj. No tuning with my car. Very, very slow. Opa! Szépen hagyott helyet. Oké, megvan. Oké, meg vagyunk. Oké, nagyon jó haladok előre. Ha már az ötödik hely, és még van két kör, hát remélem utolérem az elsőt, bár 28 másodperccel vezet. Ugye a legjobb háromba kell végezni, nem biztos, hogy összejön ezzel az alapautóval, sőt, nem fog, mert távolodik az első helyzet. Oké, negyedik. Ó, bezzel. Ez a legjobb háromba kéne végezni. Ó, lala. 30 másodperc lemaradásom van. Kikapcsolva a kipörgésgátlót háta. Hát a kicsit gyorsabb lesz a vas. Jó, megvan a harmadik. Oké. Na figyeljetek, még a második hely meg lehet. De szerintem az első az nem lesz meg. Go, go, second place. Hat másodperc. Jó, ezek pont nem lesz meg szerintem.
4, 4, 7, 4, 6. De ez még a második meg lesz. Éppen, hogy szerintem. Okay, second place. Meg is van a második hely. Event complete. Jó! Driving maraton complete. Tehát kész a driving maraton, ahol is kaptunk ajándékokat, egy pörgetést, 150 ezeret. De let's go next race. Menjünk a következő versenyre akkor. Ami... Porsche Cup. Tehát Porsche bajnokság, 5 kör. 5 laps. And... Porsche. This is Porsche. 6.39, mennyire kell lenni? Nem néztem meg. 6.50 pp-s nek illik lenni. Hadd nézzem. 650 pp, az több. Jó lesz ez a Carrera GT. Szerintem Carcentix Sport Medium. No. Sport Soft. Megnézzük, hogy már 660, az már nem jó. No, Sport Medium. Oké. Okay. Azzal jó csak a verseny előírás. Jó, hát mindegy, jó az így. Azt mondja, hogy csak ez a két fajta gumim van, de nekünk ez jó, megnézzük. Porsche Cup. And let's go. Carrera GT. Ugyan. Oké, okay. Nyomjuk neki. Gyöcsöt megúzott a segge. Hoppa. Megfogtam, meg volt. Koncentrét. Ez a koncentrálás.
Oké. Okay. Két kör alatt mindjárt élen vagyunk. Ó! Oh. Kicsit elméláztam. Oké. Okay. Még két kör van ezen kívül. TC 1. Tehát a TCS az ugye egyesen van, ami a kipörgés gátló. TCS. Még kettő kör. Thank you.
Ugye ez a médium gumi, azért csúszik így. This is medium tire. Oh, 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 understeering. Kis túlkormányzás volt az autóban. Oké, okay. Nem akar az úton maradni. Last lap. Ja. Utolsó kör. És aki nem tudna, annak mondom, kormánnyal játszom, Thrustmaster T150, egy alap kormány, én így tudok vele játszani. Oké. Okay. A médium gumi már nem olyan jó. Plusz tapadása. Én a célvonal. Finish line. Jó. And the first place. Na és ezt is meggyertük, srácok. Meg is van. A negyedik event complete. And last event. És jön az utolsó event. Ami persze egy kicsit hosszabb lesz. És akkor ezzel be is fejeződik a heti bajnokság, ugye minden pénteken jelenik meg ez, és meg lehet csinálni. Gear 1-es prototípus verseny, harmadikkalap kell lenni, vagy jobbnak. Vagyis hát igen, igen. Gear 1 prototype race and change car. De nézzük, Gear 1-en mivel érdemes menni. Már nézem is, srácok, pillanat, és hibrid autók. VGT, Audi VGT, oké, okay, change car. Jó, akkor mi lenne, ha mi mennénk a jó öreg, nem is tudom melyikkel menjek, melyik VGT-vel. A Mercit nagyon szeretem, megmondom nektek őszintén, nem látom a Mercimet, hol van? Hol van a Merci VGT? VGT Mercedes? Where are you? Nem látom, vakuljak meg. Valkyrie Porsche, hát akkor let's go McLaren, Hyundai VGT, Hyundai VGT 870, összkerék, oké, okay.
Hyundai N 2025 VGT. Szerintem az jó lesz. Attól félek, hogy Szent Kroxi pálya. Hú, bazd meg. És akkor ez hány kör? Attól félek, hogy easy, nagyon odaverem a gépet. Nézzük meg. Number of laps 8. Tehát 8 kör. Ő, bazd meg. Na mindegy, nézzük meg azt, let's go. Már van sebesség. Automata váltós szerzetek. A Bugatti Veyron. Érdekes 8 kör lesz az így. Van. Jó, repül a tudjába. Oké. Azt a kurva, mit lát innen. Ez volt egy kör. Nem tudom, hogy ez elég lesz a üzemanyag, azt nem tudok állítani. Megmondom őszintén, nem úgy néz ki.
Parkra. Hát mondjuk látszik, hogy űzi fokozaton van. Itt azért könnyű megverni őket. Normálban is meg lehet simán csinálni, ha nem is elsőre, de a top 3-ba benne lehet lenni. Kicsit unalmas lesz az a 8 kör, de normálon kellett volna, izgalmasabb lett volna nektek. De mindegy, igazából a lényeg az, hogy a heti feladatok meglegyenek, és megkapjuk érte a pénzt, illetve a pörgetéseket, az ajándékokat. Bocsánat. Nézzük így is akkor. VR-ban biztos jól nézzük ki. Lassan elég jól megy bentről is. Jó, passzaj. Még 4 kör, gyerekek. Ki kell bírnatok, 3 percek kör.
Hoppá! Kicsit oda basszuk. Figyeljetek, már fogy a üzemezet. Az mi van, hogyha elfogy az áram? Ezt lehet tankolni? Kifogyott. Out of energy. Out of energy. Oké. Mit tudok ilyenkor csinálni? Ez így a max izé, sebesség. Nem töltődik ez, vagy valami? Na, ezzel nem tudok mit csinálni, megmondom őszintén. Na, erre a... kíváncsi lennék a... Na, oké, okay, exit. Out of energy. Elfogyott az energia, így nem tudom tovább folytatni. Muszáj leszek egy más autót választani, és lenyomni ezt a 8 körös versenyt. Minden esetre, hát igazából akkor így ennyi a heti bajnokság, meg fogom csinálni, de nem ezzel az autóval, hanem másikkal. Mindjárt választok is, csak kinyitom akkor az ajándékokat, hogy lássátok, hogy miket nyertünk. Open the gift. Three stars. My life! Faszom! Na mindegy, hogy azt a 10.000 pénzt. Ó, faszom, 150.000-et begyaljuk. Oké, okay. And hasztár roulette ticket. Jó, tehát ugye a 6 csillagos alkatrész pörgetés, amit szart nem érek vele, de mindegy. Holy shit. No, tehát... 19.000-es alkatrészt adott ide. Jó, akkor ez a Hyundai ez annyira nem jó, mert ugyebár amint látjátok, elfogyott az energia. Hyundai not. Not this car. Gear van. Oké. Change car. VGT. And options. Race difficulty. Normal, and let's go to the race. Na tehát ugye gyorsan beállítottam normálra, hogy legyen egy kis izgalom. Oké, okay, racing soft, racing hard, racing hard. No, medium. Tehát mediumra rakom, és úgy indulok el. Megnézem gyorsan a felvételbe. Na, indulás. Go, go, go. 51 perc, hát ez már nem fog beleférni. This is last race. And out of my stream. Thank you for watching. And please subscribe if you like what you see. Press the like. Thank you. Ciao. Na, tehát még így a magyaroknak mondom így a végén, hogy nagyon szépen köszönöm, aki velem tartott, akinek tetszett, amit látott, iratkozzon fel, kövessen be, nyomjon egy lájkot, ezt a verset még a maradék 9 percet láthatjátok, és akkor ennyi lett volna mára a videóm. Na nézzük akkor. Lean-re rakjuk. Lean. Mert innen lehet a legtöbb kör kihozni az autóból. Ugye nem megy annyira, de... Tudom, sérem őket.
Na lehet egy kicsit gyors futok. Na mindjárt nézzük, hogy melyik lesz a jó. Itt már van üzemanyag, ennyiben jobb a helyzet. Na jó. Nem rakjuk lírra, mert nem érik őket utol. De azért úgy bírom ezt a játékot, hogy az easy és a normál között az akkora különbség van. Ha easy nyomod, lekörözöl mindenkit az első körbe. Ha normálon, akkor meg azért oda kell figyelni, hogy tudjál előzni. És esetleg meg tud gyerni. Ugye hardról nem is beszélek. A hosszú köröseket meg lehet csinálni. Oké. Kicsit sporlat. Ciao! Öt perc van vissza a videóból. 5 minutes. To this video. Távolodik az első.
No, hát kedves fiúk és lányok, igazából ennyi lett volna már a Gran Turismo 7-es heti bajnokságos videó. Sajnos az 1 óra eltelt, ennyit tudok fölvenni a rendszerről, tehát idáig láthattátok. Valószínűleg meg fogom csinálni, de tehát minden héten pénteken ilyenekkel örvendeztet a játék, hogy lehet vele játszani. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, amit láttál, nyugodtan kövess be, iratkozz fel, és köszönöm szépen a figyelmet. További szép napot kívánok nektek. Norbi voltam. Sziasztok! Thank you for watching in my channel. Please subscribe if you like what you see. Press the like. Thank you very much. Ciao!